Ott jártunkkor is serényen dolgoztak a munkások a homokmegyi orvosi rendelőben. Nem most kezdték el a felújítást, de még van mit csinálni az épületben. Nemrégiben a JETA, vagyis a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázatán nyert a község erre egy jelentősebb összeget, közel 15 millió forintot fordíthatnak a rendelő felújítására, amely már igen szükségessé vált. Volt egy-két helyiség, ami nagyon hiányzott már mind a házi orvosnak, mind a falu lakosságának. Egyrészt szociális helyiségre szükség volt már a doktornő részére, másrészt a lakosságnak is kicsit szűkös volt már, tehát egy elég pici rendelőbe rendelt a doktornő, és sokszor összezsúfolódtak bent a betegek. Így elsősorban a bővítésről gondoskodtak, az alapterület megnövelésével a rendelő közvetlen szomszédságában található szolgálati lakás hátrányára, hiszen innen került elcsatolásra egy rész, ám így több új helységgel is bővült a rendelő a betegek és az orvos kényelmét is biztosítva. Nagyobb lett a váró rész, illetve új mosdót és konyhát is kapott a rendelő. De a belső megújulás mellett a tetőn is javítottak. A tetőhíjazat csere megtörtént, bent egy új rendelőhelyiség került kialakításra, egy szociális helyiség, illetve egy kis főző konyha része. Már egymás mellett sorakoztak az épületben a befóliázott új bútorok is, arra várva, hogy hamarosan használatba vegyék őket. Mindezek mellett megújultak az épület burkolati elemei is, lecserélték a járólapot és a csempéket, illetve nyílászáró cserére is sor került. A belső nyílászáróknak egy része kicserélésre került, illetve új bútorzatot kap. Tehát bővült ugye a helyiségek száma, és ezeket föl is bútorozzuk. A mostani munkák elvégzésével még nem áll meg a rendelő felújítása, jövőre kívülről is megszépülhet az épület. Nagyon szeretnénk még a külső vakolatot is felújítani, illetve a többi nyílászárót, a külső nyílászárókat is kicserélni. A mostani munkák várhatóan a hetekben befejeződnek, így a lakosok július végén akár már használatba is vehetik a megújult orvosi rendelőt.